Októberre sikerült elérni a kormány által kitűzött célt, hiszen a KSH friss adatai szerint, ha minimálisan is, de 10% alá csökkent az infláció, 9,9%-ra. Túl nagy örömre ez egyébként nem adhat okot, mert uniós szinten továbbra is sereghajtó Magyarország az infláció tekintetében. A tenger gyümölcsei, kagylók, rákok és halak sorakoznak a spanyol vásárcsarnokban, Barcelona központjában. Az eurozóna inflációja gyorsan csökken. Az eurozónában az árak mindössze 2,9%-kal emelkedtek októberben, ami 2021. júliusa óta a leglassabb ütem volt az Eurostat adatai alapján. Magyarország az európai összevetésben az elmúlt hónapokban éllovas volt a drágulás tekintetében. Már tavalyi év végén azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az idei év végére egy számjegyük kell, hogy legyen az infláció. Most áttekintve a gazdasági helyzetet, örömmel számolhatok be arról, hogy ezt a vállalását a kormány tartani tudja. Gulyás Gergely csütörtökön belengedte, a statisztikai hivatal pedig péntek reggel bejelentette, 10% alá esett az infláció, októberben átlagosan 9,9% volt a pénzromlás mértéke az egy évvel korábbihoz képest. A gazdasági versenyhivatal kiemelte, az árfigyelő és a kormányzat intézkedések együttesen segítették a csökkenés folyamatát. Az online árfigyelő rendszerben ugye 62 termékkategória található meg jelenleg, és az látszik, hogy a termékkategóriák döntő többségében csökkentek az árak, összességében átlagosan mintegy 6%-kal. Ez jelentősen hozzájárult az inflációs folyamatokhoz. Pontos ugyanakkor kiemelni, hogy az infláció csökkenése nem az árak csökkenését jelenti, hanem azt, hogy a drágulás üteme lassul. A KSH közlése szerint az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött egy hónap alatt. Tavalyhoz képest az élelmiszerek ára ugyanakkor 10,4%-kal emelkedett. Ezen belül leginkább a cukoré 54%-kal, a csokoládé, kakaó és az alkoholmentes italoké közel 24%-kal. Jó hír, hogy kevesebbet kell fizetni tavalyhoz képest a tojásért, a lisztért, a sajtért és a margarinért. Elsődleges ok a keresletnek a csökkenése. Az első fél évben két számjegyű volt a belső kereslet csökkenése, tehát a lakosság visszafogta a kiadásait, és az áruházláncok is nem követték az áraknak az emelkedését. Brückner Gergely szerint az infláció a nagycsaládosokat és a kisnyugdíjasokat érintette a legérzékenyebben az elmúlt évben. Az árcsökkenés mögött több okot is vél a szakújságíró, egyik ezeknek a kedvező mezőgazdasági környezet. Jobb volt az idei termés, nem volt olyan asszály, mint tavaly, tehát az élelmiszeripari és a mezőgazdasági árak csökkenni tudtak. Nem volt az a nagyon kritikus energiaválság, ami 2022-ben ugye az orosz-ukrán háború miatt az egekbe repítette föl az energiaárakat, stabilabb volt a forint árfolyama is. A Demokratikus Koalíció a friss inflációs adattal kapcsolatban azt közölte, hogy idézem, továbbra is Európa rekorder az Orbáni infláció.